Tisztelt szülők, kedves tanárok, diákok, Irma néni! Deres hajjal újra és újra itt állunk megkövülten az öreg alma máter friss lombhajtásai alatt. Ha az élet, élet, az iskola, az iskola. Mondta Jimmy Szárvis Zsenyikin, Kolcsak bandájából, és le is verték emiatt a vöröset. Tanártársaim, diákok, elvtársak, polgártársak, kapuőrök. Idén először nyílik rám volt, hogy egy diákunk a tanév folyamán a Balama szigetén látogasson a teljes tanári kar felügyeletével. Ez számunkra is új feladat, mert ez a kedves szülők megértő támogatását kérjük. Parajzos Teréz, Egri Veronika, Mihalovics Tünde és Gázsongár Henriette hormonzavar miatt igazoltan dálasztott. Mint köztudott, tavaly megnyílt nehéz víz előállító szakkörünkben, négy diákunk robbant fel, és a szakkör folytatja munkáját, megfelelő számú jelentkező esetén. Utalok itt a kis sipos Pistikére, aki már örökre kicsi marad. Márvány tábláskáját a főbejáratnál helyeztünk el, így bizonyos akadályokba ütközhetünk. Aki az 1903-1911-es tanévben a tollas tanár úr borzecsetét elvitte, ez év október 1-ig haladéktanul szolgáltassa vissza. Tisztelt szülők, kedves tanárok, gyermekek! Csak közösen szépíthetünk eredményeinken, csak egyenként szabotálhatjuk azokat. Új tanév, új reform, új egyenköpeny, új fagylatmérgezés. Iskolánk új címerének a megtervezésében is minden új diákunk részt vehet. Az első pénzes díjra javasoljuk, piros mezőben, piros csillaggal átmetsze, piros alabástrom tart egy nagyméretű piros szerencsekereket. A második és harmadik díjakra más pályaműveket is elfogadunk. Nyelvi laboratóriumunk új igenakozással bővült, szó van a páros multidő folyamatos felcseréléséről. A minisztérium rendelete szerint november 15-től kötelezővé válik iskolánkban a szélanátha. Január 2-ától kapható sertésdagadó. Negyes párosban a Mürlovics Kovács kivéreket jelölt. Végül megkívánom említeni, hogy bár nem látható, iskolánk tavaly új életfával gyarapodott, ezt a fát tévedésből fordítva. Ültettünk, így idén nem csak ez, de minden egyéni kezdeményezést gyökerestül kitépünk. Megfigyeltem, hogy az államcsínyek növekednek a világban, úgy csökkenek nálunk a diákcsínyek. Diák mozgalmak is inkább csak az egyetemeken fordulnak elő, és nyugaton. Nálunk csak diák parlamentek vannak. Édesapám még meséltek arról, hogy mint úttörők, mikor cserkészkedni mentek, nyáron az iskolával a sátorból kilógó lábujjak közé égő cipőpetlit tettek. És meg a nagybátyám is meséltett arról, hogy a tanárok teljes üvegébe döglött egeret kevertek. És a légió mind halálikban, nyilasmisi pakjából böszörményi, a kollégiumban még suvickot ehetett. És abban az iskolában, amire a Karinti Frigyes emlékezik, még felrajzolhatták a táblára Kökörcsin tanár urat, alsó nadrágban egy üveg Zaherlinnel, ahogy jelentést ez az osztály magaviseletéről első Ferenc Józsefnek. De próbálnám én ezt megtenni egy mai tanárral, és a mostani Ferenc Józseffel. Nem csak a diákcsínyek, egyre kevesebbek a tanár egyéniségek is. Hát kérem szépen, ez az első
idő barátkozásba. Megjelent a nyelvészeti kézitáska, ami nálam kötelező. Kérem, maguk még így is velem jártak a legjobban. De a Marcinkó tanárnámok nem tudják megcsinálni történelemből, amit a Draskovics Emmánál földrajzból. Ott maguk hiába is adják be időbe a dolgozatot, az már a Marcinkónál olyan késő. A Draskovics Emmánál meg csak kétfajta diák van, a többi akár be se járja. A jávó randornál meg csak rontani lehet, és rég rossz, ha valaki egyessel kezd. Talán a sáros pataki tanárúra jártak volna még nálam is jobban, de az én vagyok. Nálam egy a lényeg, ön is mehet, és ön lett tisztaság. Mert akinek a füle áporodott, annak én a körmére nézek. Akinek meg a térdepre zúros, annak a fejébe sincs rendben minden. Viszont aki veszi a fáradtságot, és jó alaposan lesúrolja magát, annak nincs ideje az órámra készülni. És azt én vöttem kiszúrom, csak hogy a tudás én nálam másodlagos. Én csak a diákoktól követelem meg. Húny nevem Csutyú, Bece nevem Töpölcsű, de szoktak csúfolni szalonatépolnák is. Fizetéskor. Elmaradtam magam körül már mindenkit, csak egy miskávolt kamacska maradt meg mellettem. Arra szoktam néha ájeszteni. De a falkát sem mozdítja, mert fél, hogy év végén meghúzom. A mai szülői értekezleten én most nem szeretnék itt minden kedves anyukával és apukával a vitába bocsátkozni, hiszen én is gyakorló anyuka vagyok, akinek éppen most van a szülői értekezletem egy másik iskolában, és a gyerekem tanárásra szeretném feltartani, mert ő is anya, és neki is egy harmadik helyre kell rohanni a szülői értekezletre, és az ottani iskolában tanító anyuka az ottani kedves szülők problémáit meghallgatna, hát egy szóval semmi értelmesen lenne, hogy szülői értekezeteket tartsunk. Kedves anyukák, apukák, tehát akkor csak annyit, hogyha jól emlékszem, nem először találkozunk a kedves szülőkkel, gyerekekkel, mint az iskolába tartjuk a kapcsolatot, bizonyos mértékig. Ugye, óhatatlan összefutunk velük a szűk folyosókon. Én most itt így fejből nem tudnám megmondani, melyik az az osztályban az önök gyermekei jártak. És hol tanítok én? Én csak mint osztályfőnök fogok a gyerekekről beszélni, mint aki közelebb van hozzájuk. Hogy a gyerekek mire, hogyan felelnek, sere, mi milyen osztályzatot adunk, és ugye hát miért? Erre azt hiszem teljesen felesleges a válasz, amikor egy aránylag rövid átmeneti időről van csupán szó. Úgy szoktuk mondani, ez csak addig érdekes, ameddig a gyerekek iskolában